Az óvodások már eddig is biztosították a gyermek zsivajt a tiszalöki városközpontban. A jövőben még több gyerkőc töltheti be a teret, az intézményt ugyanis egy 282 négyzetméteres épületrésszel toldották meg, ami a bölcsisek otthona lesz. Korábban is működött már itt bölcsőde ellátás, a két csoportszobás fejlesztéssel azonban az eddigi 24 férőhely 36-ra emelkedik, a gyermekek pedig modern körülmények és széles játék kínálat között tölthetik mindennapjaikat. Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere az átadó ünnepségen hangsúlyozta, szükséges volt a beruházás, hiszen évről évre nő a gyermeket vállaló családok száma. Ez egy jel, ez egy üzenet a fiataloknak, a fiatal anyáknak, hogy ha van lehetőség, akkor nyilvánvaló döntve a fölött, hogy a kisgyermekük alkalmas-e már arra, hogy behozza a bölcsödébe, és hogyha úgy döntenek, hogy igen, akkor egyre többen választják azt, hogy ezt megteszik, főleg, hogyha ilyen körülmények teremtődnek, és ők mennek vissza dolgozni a volt munkahelyükre, vagy ugye, ahogy már említettük korábban is, egyre több munkahely jön itt létre, és új munkahelyekre is jelentkeznek fiatalok, és mennek dolgozni. A térségben még további 10 bölcsőde építése van folyamatban. Minai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, egyre nagyobb az igény ezekre az intézményekre, a gyermekvállalási kedv növekedése pedig párhuzamba állítható a munkahelyteremtésekkel. A népesség megtartó ereje az elmúlt években Tiszalöknek növekedett. Ráadásul sikeresen pályázott az uniós forrásokból bölcsödére, amit most adtunk át, de óvodafejlesztésre, és az iskolára is sikerült egy nagy energetikai programot megvalósítani. Tehát úgy mondhatnám, hogy azok a közintézmények, amelyek gyerekeket látnak el, azok rendben vannak Tiszalökön. Ráadásul egy nagy ipari parkprogram is fut Tiszalökön, ami a munkahelyek számának növekedésével járhat együtt, hiszen az emberek számára minden felmérés ezt mutatja, az első az, hogy van-e munkájuk, és 2010-től számítva, amikor bizony itt 20% fölött volt a munkanélküliség, 20-22%, most 7-8%-os ez a munkanélküliség. A települések nagy részénél óvodafejlesztésre és bölcsőde építésre a terület és település fejlesztési operatív program biztosít forrást. Ez a beruházás is ennek keretében valósult meg. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a következő 7 évben is rendelkezésre állnak az Európai Uniós támogatások. Nagyon nagy mértékben megnő a kapacitás, és hát ezt a programot a következő 7 évben a TOP 20-os pályázati programban is nyilván folytatni fogjuk. Ezek az átadások még a TOP keretében megvalósuló bölcsődei beruházások. Tiszalökön ez az egyetlen egy bölcsőde intézmény van, hiszen egy kisvárosról van szó, de most majd 40 fővel várja a gyermekes szülőket. Örömmel hallottam polgármester úr tájékoztatóját, hogy nem csökken, hanem inkább talán már nő a gyermeklétszám. A tiszalöki bölcsőde új épületrésze helyi kivitelező építésével 171 millió forintos Európai Uniós támogatásból épült meg.